egyetemi docens a Szent István Egyetem Lőjavítás Intézetéből. És nagyon érdekes reggelünk volt már, így is most egy kicsit változtatjuk talán a perspektívát, természeti válaszok, társadalmi problémákra, eddig inkább a társadalmi közelítettük a dolgokat, néhány kivétellel. Jó, köszönöm. 20 perc, majd szólok. Ezt akkor szerintem kapcsoljuk ki, hogy szerintem is igen, ne pihenjen az energiát. Először is kivantam el. Csak hangulatkeltésként itt teszek az asztalra egy és gondozza, olajtő, ugye a héj nélküli tök vagy. Egy ilyen magból egy négyzetméter befut a tök. Illetve hoztam még két láda krumplit is, de azt a parkolóba hagytam a sárpomira fajtát, úgyhogy aki felelősséggel vállalja, hogy elülteti, szaporítja, gondozza, annak szívesen adok belőle. Jó, na. Tehát ugye a társadalomnak nagyon sok gondja van. Az egyik gondja az, hogy alapvető biztonsági követelményeket nem tartunk ma be. Ugye, hogyha egy középületbe bemegyünk, ott kötelező a tűzvédelmi ajtó, az akadálymentesítés, meg boroltó a falon, sok minden kötelező, illetve nem tudom, boroltó kötelező még? Tűzoltó készülék. Sétahajón kötelező a mentőcsónak, most ehhez képest a társadalomban nincsen mentőcsónak. Tehát, hogyha egyik évről a másik évre üzemanyag nélkül maradna a társadalom, ami azért nem lehetetlen, mert természeti katasztrófa, politikai zűrzavar, bármi előidézheti el azt, hogy hirtelen üzemanyag nélkül marad a társadalom. És akkor nincs szállítás, nincs mezőgazdasági termelés, és ami még komolyabb gond, ugye a mérsékelt égőben élünk, ahol télen fűteni kell a lakásokat, nincs a lakásokban fűtés, ugye földgáz hiány esetén. Most én itt nőttem fel Miskolcon, 25 éve már Gödöllőn élek, de 18 éves koromig itt éltem Miskolcon. És amikor minden hétvégén mentünk ki a buszba kirándulni a szüleimmel, és amikor mentünk a hosszú-hosszú főutcán busszal vagy villamossal a busz felé, akkor így néztem azt a töménytelen sok házat, általános iskolás gyerekként így néztem azt a töménytelen sok házat, ami mellett elmentünk, és utána így ránéztem arra a zöld tömegre, a bükre, és úgy belegondoltam, hogy úristen, hogyha nem lenne földgáz, akkor egy év alatt letarolná a város lakossága a hegységet azért, hogy ne fagyjon meg. És hát gyakorlatilag gyerekkorom óta folyamatosan nyomaszt ez a kérdés, hogy egyszerűen nincsen mentőcsónak a társadalomban erre az esetre, hogyha hirtelen energiahiány lenne. Van egy másik forgatókönyv is persze, amikor folyamatosan fogy az üzemanyag, vagy folyamatosan drágul az üzemanyag és földgáz. Hát erre sincsenek forgatókönyvek, de mondhatjuk, hogy van ez a közismert példa, hogy nem tudom, hogy igaz-e, hogyha a békát betesszük egy fazék vízbe, nem fogom kipróbálni. Békát betesszük a fazék vízbe és lassan melegítjük, akkor szépen megfő, hogyha bedobjuk a forró vízbe, akkor legalább megpróbál kiugrani. Mondom, ne próbálja ki senki, teljesen mindegy, hogy igaz-e, de példának jó. Tehát lényeg az, hogy ma a mezőgazdasági termelés az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag kőolajat fogyasztunk. Tehát nyugodtan ugye egy zsák búza mellé oda lehet képzelni egy palacnyi gázolajat, mert enélkül se elvetni nem tudták volna, se gyommentesen tartani, se betakarítani, se leszállítani, se elszállítani a helyszínre. Na most gyakorlatilag semmilyen felelősségteljes magát felelősség teljesnek nevező szakmai fórumon még csak szóba se kerülhet ez a kérdés, hogy üzemanyag hiány esetén hogy etetnénk több millió embert. Aztán éveken át, tehát ugye amikor beiratkoztam Gödöllőre, ugye Miskolcról Gödöllőre mentem egyetemre, beiratkoztam az Agrártudományi Egyetemre, gondoltam, hogy na ott majd ezt meghallom. És kiderült, hogy nem, erről nincs szó.
Sőt, ugye vártam azt is, hogy a kör folyamatokról mikor lesz szó, hogy mert az, hogy az állattenyésztésben képződő trágya menjen vissza a szántóföldekre, persze erről volt szó. Az sem megy vissza sok esetben, de arról legalább volt szó. És belegondoltam, hogy ez a töménytelen ember a bélcsatornán keresztül engedi azt a rengeteg tápanyagot, és ami a bélcsatornánkon keresztül megy, az nem megy vissza a szántóföldekre. És nem értettem, hogy mikor jön már az a tantárgy, amikor erről is hallhatunk, hogy hogy lehet végre ténylegesen tápanyaggazdálkodási szempontból fenntarthatóvá tenni a mezőgazdaságát. Tehát két nagy tabu téma volt, az egyik a lakosság ürülékének a kezelése, a másik pedig az üzemanyag hiány. Aztán, mivel gyerekkorom kedvenc olvasmánya az Egri csillagok volt, 6-szor elolvastam legalább, abban találtam meg a választ, így visszagondolva a gyermekkori olvasmányomra, abban találtam meg a választ, hogy miért nincs erről szó. Úgy tűnik, ugye biztos emlékszik mindenki, hogy Dobó István mivel kezdte ugye az eligazítást a várvédőknél. Aki a vár megadásáról akár csak szólni is, mert halálfia. Úgy tűnik, hogy most az a vár, amit védelmezünk, az a kőolaj alapú társadalom. Tehát nem az embert védjük, nem az igazságot, nem az értékeket védjük, hanem a kőolaj alapú gazdaságot védjük. Aki ennek a bukásáról akár csak beszélni ismer, az úgymond halálfia, hogy azt komolytalannak bélyegzi. Na, és akkor, hát ugye igyekeztem a saját szakmai környezetemben is puhítgatni az embereket, és ugye az, aki elfogadja, hogy ilyen helyzetesen egyáltalán lehetséges, hogy hirtelen üzemanyaghiány lép fel a mezőgazdaságban, nem tudjuk megművelni a földeket, aki ezt elfogadja, az azt mondja, hogy akkor már úgyis mindegy. Na most, aki azt mondja, hogy akkor már úgyis mindegy, az önként lemondott a beleszólási jogáról. Az ő véleményére továbbiakban nem vagyunk kíváncsiak. Hát ugye, mint Dobó István, képzeljük el, hogyha egy katonája azt mondja, hogy a törökök úgyis beveszik a várat. Akkor tessék, menj át a törökökhez, aztán legyél a nyertes csapatban. Tehát, és a másik dolog, az aki pedig nem mondja azt, hogy úgyis mindegy, aki nem adja föl, az azt mondja, hogy majd a tudomány megoldja. Na most, ez viszont egy üres ígéret. És akkor nézzük meg, hogy mit lehetne tenni. Egyébként, hogyha valaki kétségbe vonja azt, hogy üzemanyag hiány esetén nem tudnánk etetni jelen pillanatban több millió embert, azzal szívesen négy szem közt is leülök beszélgetni, hogy beszéljük meg, akkor hogyan fogjuk a gabonának a talajt előkészíteni. Van rá forgatókönyv egyébként, de hogyha hirtelen következik be ilyen zűrzavaros helyzet, akkor sajnos nem a gabonával kell kezdeni. Tehát ugye a gabona termesztésnek több évezredes hagyománya van. De az a helyzet, hogy azt a több évezredes hagyományt, azt kiirtotta a modernizáció. Ugye ott érteni kellett a talajt, azt valamilyen igásállattal meg kellett művelni. Amikor igásállat nem volt, mert háború vagy valami miatt elhurcolták az igásállatállományt. Ha férfi lakosság sem volt, mert a háború miatt elhurcolták a férfi lakosságot is, akkor még mindig meg lehet ezt tenni, hogy azt a ekét, amit a ló elhúzott, hát beállnak elé az asszonyok, a gyerekek meg fogják az eke szarvát, még mindig meg lehet kapirgálni a földnek a felső rétegét, annyira, hogy legalább a magot el lehessen belevetni. Na de ma, ugye, amit a John Deere elhúz, az elé hány embernek kellene beállni, és ugyan mivel vontatnánk? Tehát azt nem lehet. Tehát azok a mezőgazdasági eszközök, amiket az állat el tudott húzni, szükség esetén az ember nem olyan minőségben, nehézkesen, de még mindig el tudta húzni. Pici átalakítás után emberi igavonásra alkalmasá lehetett tenni. A mai gépeket, mai talajművelő eszközöket, mivel gépekre tervezték, nem tudjuk átalakítani. Tehát, hogyha válsághelyzet van, akkor nem marad más, mint a kerti szerszámok. És akkor városállammá kell alakulni, és ki kell vezényelni a lakosságot, a környező területet megművelni, védeni, és megint ez máshogy nem megy, csak kőkemény rendel. Tehát, amit ugye az előttem szóló elmondott, hogy még békeidőben is, viszonylagos békeidőben is a társadalmi életnek az alapja a rend kell, hogy legyen, hát válsághelyzetben ez fokozottan igaz. Tehát onnantól kezdve, ugye a Kárpát-medence szerencsés olyan szempontból, hogy itt minden nagyobb település, Budapest egy kicsit nagy bajban van, de
De az is gyorsan megoldódna, mert Budapest lakosságának egy része gyorsan szétspiccelne a vidéki rokonokhoz, hogyha már mit, harmadik napja nem lehet lehúzni a WC-t. Mert az, hogy nincs mit enni, azt az ember tovább kibírja, mint az, hogyha történetesen energiahiány miatt a vízellátórendszer is akadozik. Ugyanis ez a vízellátórendszernek van egy olyan gondja, hogy víztakarékosan a szennyvízszállítás nem működik. Ugye én ezt megpróbáltam otthon, hogy jó, akkor majd különkütjük szürke víz, fekete víz, stb. És aztán utána, amikor 10 méter hosszan kellett pucolnom az eldugult csatornát, aztán másodszor is és harmadszor is, akkor feladtam és rájöttem, hogy ezt a rendszert nem víztakarékosra tervezték. Ez kell egy bizonyos öblítővíz mennyiség ahhoz, hogy átmenjen. Na most képzeljük el ezt a dugulást, hogyha egy családi háznál ilyen gondokat okoz, az a nagyvárosoknál mit okozhat. Tehát az a helyzet, hogy energiahiány esetén vízhiány is fellép, még akkor is, hogyha esik az eső, mert azt a vizet is szállítani kell. Hogyha vízhiány lép fel, akkor a szennyvízrendszerben gondok, működési gondok jönnek létre, és hogyha működési gondok vannak, akkor egész városrészek tudnak elnéptelenedni. Ugye, amikor 10 éves koromban beköltöztünk a Eperjesi utcáról a Avas déli lakótelepre, akkor szembesültem vele, hogy mit jelent az a vízhiány. Mert ugye tehát ugye 10 emeletes házban valahol csőtörés volt, és akkor az egész házat elzárták. És az, hogy nem mehetek WC-re, és a város túlsó végére Diósgyőrbe kellett utazni a nagyszüleimhez, azért, hogy elvégezzük a nagy dolgunkat, azért, mert több háztömb adott esetben napokra víz nélkül maradt. És a legtöbb ember ebbe se hajlandó belegondolni, hogy soha nem élt ennyi ember városokba összezsúfolva, mint a mai korban, soha nem volt ennyire kiszolgáltatott a folyamatos, biztonságos energiaellátásnak a lakosság, mint ma. És itt nem arról van szó, hogy be tudok-e járni a munkahelyre, vagy be tudom-e vinni a gyereket az iskolába. Ilyenkor nem az a kérdés, hanem hogy egyáltalán életben tudunk-e maradni, és meg tudjuk-e fékezni az űrzavart. Na, tehát visszatérve, ezekre is kellene a településeken forgatókönyvet készíteni. Persze Érpatakon ez nem olyan nagy gond, mert ugye egy pottyantós budit még felállít bárki a telkén. De itt Miskolcon nagyon-nagyon komoly gondot jelentene, hogy a lakótelepek lakosságának hogy lehet egy ilyen vészhelyzetben, hogy lehet megoldani, hogy ne legyen járványnak a kiinduló pontja ez az összesűrített embertömeg. Na de én nem szennyvíz szakember vagyok, hanem elméletileg agrármérnök. Tehát akkor a mezőgazdaságról beszéljünk, üzemanyag nélküli tömegélelmezés. Tömegélelmezés, vagy élelmezés biztonság. Nem ugyanaz, mint az élelmiszerbiztonság, mert az élelmiszerbiztonságnál azt ragozzuk, hogy most mennyi károsanyag van, mennyi tápanyag van abban az élelmiszerben, mikrobiológiailag biztonságos, stb. Nem, válsághelyzetben nem élelmiszerbiztonság, élelmezésbiztonság a kérdés, hogy egyáltalán az éhes szájakat be tudjuk-e tömni. Most az élelmezésbiztonságnak alapvető mentőcsónakja az, hogy üzemanyaghiány esetén is tömegeket kell élelemhez juttatni. Mik azok a növények, amiket a városok közvetlen környezetében, Miskolc környezetében is van annyi termőföld, ahova a lakosság szépen kigyalogol, nem kell naponta ingázni persze a szántóföld és a lakás között. Kemping sátrakat, katonai sátrakat, ugye ha valaki volt a Kurultájon, tehát hogy milyen gyönyörű sátorerdőt lehet felállítani, a mezőgazdasági munkák idejére, hál' Istennek a lakosság birtokában vannak még kerti szerszámok is, és vannak még ilyen kemping sátrak is, szükségállapot esetén el kell foglalni azokat a földeket, teljesen mindegy, hogy kinek a nevén van a földhivatalnál, szükségállapotban aki ott él, és akinek ott kell a léhes száját betömni, az adja ott a dolgos kezét, és egész egyszerűen el kell foglalni ezeket a területeket. Mondom, sátrakat szépen a mesdjére, és éjjel-nappal őrizni a területet, és az, aki ott dolgozik, az bizony jó néhány éjszakát ott kell tölteni, aztán lehet váltani, hogy akkor hazamegy, és utána a lakosságnak egy másik része, vagy a másik családtag tölt megint ott egy hetet, hogy ásson, kapáljon, stb. Most mik azok a növények, amiket kerti szerszámmal és tömeges méretben elő lehet állítani? Úgy, hogy válsághelyzetben a lakosságot lehessen etetni. Mondom, a gabonát azt felejtsük el, mert a gabonát gyommentesen tartani, kicsépelni,
kiszelelni? Hát ezt meg se tudja mutatni, nem találunk olyan embert, aki egyáltalán el tudná mutogatni, hogy ezt hogy kell. Mert az, hogy két baranta botból csinálunk egy cséphadarót, azzal nem leszünk olyan nagyon, nagyon hatékonyak az első 10 évben. Aztán utána már belejövünk, de hát ezt gyerekkorban kezdték annak idején a cséphadarónak használatát, ezt felnőtt korban nem lehet olyan szinten elsajátítani, hogy abból jól lakjon a család. Na, tehát visszatérve, nem mondunk le a gabonáról, de hogyha válsághelyzet van, akkor szépen a gabona termelést azt kicsi helyeken, ahol még ez a hagyomány megmarad, onnan fogják újjáéleszteni. A mezőgazdasági szempontból teljesen tudatlan vidékeken, és magamat is ide sorolom, tehát az agrármérnök is teljesen tudatlan ilyen szempontból, mert mit tanítottak nekünk az iparszerű nagyüzemi mezőgazdaságot. Tehát azt, a cséphadarót azt a múzeumban láttuk csak, kézbe se vettük soha. A szelelés meg egyebekről, hát jó, 5 perces videófolyamat megnéztünk. Tehát gyakorlatilag a mezőgazdasági értelmiség is teljesen tudatlannak számít, hogyha a gabona termelést gépek nélkül kell megoldani. Tehát éppen ezért tudatlan réteg mit tud termelni? Kerti betemi, azt gyakorlatilag bárki meg tudja termelni. Na de kerti veteménnyel nem fogunk még jól lakni, sárgarépával, káposztával, stb. Nem fogunk jól lakni. Ezért olyan nagyon fontos a burgonya. Tehát a burgonyát az nagyon-nagyon kicsi szaktudással, nagyon-nagyon rosszul előkészített talajba is el lehet úgy vetni, hogy tisztességes mennyiséget teremjen. De ehhez tudnunk kell azt, hogy a burgonyafajták, a ma forgalomban lévő burgonyafajták erre alkalmatlanok. Ugyanis ezek a burgonyafajták, ezek a legfőbb levélbetegségekkel szemben nem ellenállók, tehát ugye a legfontosabb betegség az a burgonyavész, ugye a Phytophthora infestans, ami annak idején Írországban sok százezer ember halálát okozta, nem azért, mert ne lett volna annyi burgonya, amennyivel az írek megtömhették volna a hasukat, hanem ami burgonya volt, azt a fizetőképes keresletnek eladták külföldre. Tehát nem maradt, nem az, hogy nem tudtak annyi burgonyát megtermelni, nem maradt annyi burgonya Írországban, amennyi a lakosság igényei fedezte volna. Ezért mondom, hogy itt is, Miskolcon is van hatalmas gabonatároló, és hogyha válsághelyzet van, ugyan ki fogja azt ellenőrizni közülünk, hogy mikor ürül ki az a gabonatáról. Tehát ez is nagyon fontos, hogyha látjuk azt, hogy megbillent, nagyon-nagyon megbillent a társadalmi rend, tehát a zűrzavar fenyeget, az össztársadalmi zűrzavar fenyeget, akkor elemi érdeke minden városnak, hogy azonnal elfoglalni a gabonatárolókat. Onnan kivinni nem lehet semmit. Teljesen mindegy, hogy kinek a tulajdona, onnantól kezdve a papírforma nem számít. Azért a lakossági kell, hogy legyen, aki ott helyben van. Tehát a gabonatárolók elfoglalása nagyon fontos, de hogyha nem sikerül, akkor is kell valamit tenni. Na most a burgonyánál, mik azok a burgonyafajták, tehát ezeket a holland meg egyéb nemzetközi burgonyafajtákat, ezt kerüljük, mert hogyha nincsen gazdabolt, ahol megvehetném a gombaőszert, akkor ezeknek le fog rohadni a levele, következő évben nem tudom, mert hogyha nem is rohadt le a levele, akkor meg vírusbetegségektől fog leromlani, és következő évben években egyre kevesebbet fog adni. Viszont vannak magyar nemesítésű burgonyafajták. Annak idején a magyar burgonya nemesítésnél, még a szocializmusban, mert hogy annak is voltak előnyei, nem az volt a fő szempont, hogy jó áru legyen a vetőgumó, mert ugye a nemzetközi fajta nemesítésnél az volt a cél, hogy ne tudja a gazda visszavetni azt a vetőgumót, kénytelen legyen évről évre megvenni, mert hogy ugye vírus, csak a vírusmentes gumóval meg fő mennyiségű termék. Na most az a helyzet, hogy annak idején a sokat szidott és bizonyos értelemben jogosan szidott szocialista rendszerben, ott legalább ilyen kényszerhelyzetekre folyamatosan, lehet, hogy a hidegháborús ideológia miatt, nem tudom miért, de kényszerhelyzetekre is folyamatosan felkészítették a lakosságot. És a növénynemesítőket is megmondták, hogy legyen olyan fajta készenlétben, hogyha nincs növényvédőszer, akkor is teremjen. És vannak ilyen magyar nemesítősű burgonyafajták, vannak keszthelyi burgonyafajták, amelyek kiválóan ellenállnak a bizonyos vírusoknak is, és a főbb levélbetegségeknek is. Illetve hát ott van a zirci burgonya, amit valószínűleg nagyon sokan ismernek, ez a sárpomira. Abból hoztam most ugye két kis rekesszel, kb. 20 kilót, hogy
de tudok még körülbelül ugyanannyit, hogyha valakit nagyon érdekel. Tehát ez a sárpomira, ez 5-6, akár 8 éven keresztül is visszavethető különösebb válogatás nélkül úgy, hogy még nem romlik le olyan mértékben, hogy éhen haljon mellette az ember. Természetesen, aki piacra termel, annak érdemes megvenni mindig a profi vetőgumót, a fémzáros minőségi bizonyítvánnyal rendelkező vetőgumót, de aki csak a saját családját akarja az éghalától megmenteni, vagy legalább hobbi kertészkedni, annak bőségesen elég, hogyha 5-6 évente vesz frissítést. Illetve, hogyha valakiben van növénynemesítő véna, az utána szépen válogathatja a töveket, és akkor ő ki tudja tolni ezt egészen hosszúra. Aki pedig még merészebb, megpróbálkozhat a magról való szaporítással is, de ezt már csak a nagyon-nagyon-nagyon merészeknek merem ajánlani. Tehát lényeg az, hogy ez a burgonya se csoda burgonya, ugyanis a burgonya bogarat le kell róla szedni. Az a burgonya, amit a burgonya bogár már nem eszik meg, azt már mi se fogjuk megenni, mert az csípős és bizonyos mennyiség felett mérgező. Tehát ezt ne várjuk azt, hogy olyan burgonyánk legyen, amiről a bogarat nem kell leszedni. Ha megfelelően termeljük, akkor a levéltetővel nem lesz gond, hogyha ásás közben, a terület felásása közben minden második ásonyomnál bajort vagy egy drótfőget fordítottunk ki, akkor az világos jel arra, hogy ide burgonyát nem szabad vetni, oda lehet még babot, zöldborsót, sok mindent, amit kevésbé fog szenvedni a talajlapok kártevőtől. Burgonyát olyan helyre kell vetni, ami nem tarackos és talajlapok kártevőktől nagyjából mentes. Tehát, hogyha az ember nem géppel műveli meg a talajt, hanem felássa, akkor látja, hogy milyen élőlények vannak abban a talajban. És hát, hogyha nem olyankor ássa a talajt, amikor csákányozni kell, mert akkor nem vannak olyan mélyen a talajlapok kártevők, hogy ezt nem fogjuk megtalálni. Amikor jó a talaj felső rétegének az állapota, akkor ássuk fel, akkor fogunk vele találkozni, milyen állatok vannak benne. Na, és azt... 21 percnél, köszönöm szépen. Aztán... Jó, tehát... Igen, tehát lényeg az, hogy talajlakó kártevőktől így tudjuk megvédeni, hogy egyszerűen megnézzük, hogy milyen talajba ültethetjük. Levéltetővel nem lesz gondunk, mert hogyha nincsen túl nitrogénezve az a talaj, már pedig válsághelyzetben nem lesz túl nitrogénezve az a talaj, akkor a levéltető nem fog nagyon felszaporodni. Válsághelyzetben nem lesz olyan sűrű növényállományunk, ami megint csak túlságosan kedvező mikroklímát biztosítani a levéltetőknek. Hát levéltetővel nem lesz gondunk, a krumpli bogarat le kell szedni, és ami a legfőbb ellenség, válsághelyzetben ugye a burgonyavész és a vírusbetegség, az ellen meg ez a bizonyos sárpomira burgonya az védett. Na most, hogyha valaki fog kérni ebből a burgonyából, nem szabad megijedni, a burgonya nagyon csúnya. Tele van drótféregrágásokkal, pajorrágásokkal, meg egyebekkel. Ugyanis honnan szereztem én ezt a burgonyát? Hát a tangazdaságnak, a komposztdombjáról. Mert ugyanis nem lehet kapni kereskedelmi forgalomban, de még fekete kereskedelemben se lehet kapni, akkora hiányzik. És akkor én elkértem, hogy amit kiválogattak, hogy minőségi hibás, mert mondom, a drótférges burgonya, amiben ott van egy furat, abból teljesen egészséges növény fog fejlődni, de eladhatatlan, sőt, ugye kísérleti célra se fogja befogadni semmilyen kutatóhely. Tehát lényeg az, hogy a komposztdombról olyan krumplit mentettem vissza, amiből teljesen egészséges növényt lehet még nevelni, de nagyon csúnya, hát rágott, vágott, stb. Tehát ez jó, és akkor ugye a tök, a kukorica és a bab, ugye a három nővér. Igaz, hogy ezek újvilági növények. A burgonya is újvilági, paradicsom, paprika, nagyon sok növényünk újvilági. Igen, de az a fajta létrontás, ami miatt ilyen válsághelyzet egyáltalán kialakulhatott, az is újvilági. Tehát nem kell annyira óckodni ezektől a növényektől, majd hogy hosszú évtizedek munkája, vagy több nemzedék munkájával kiérdemelhetjük azt, hogy a saját kárpát-medencei őshonos növényeink fogják a mindennapi kenyerünket adni újra. De a válsághelyzetben, a gyógyulás kellemetlen vagy nehéz évtizedeiben, ott bizony sok esetben meg kell elégednünk az újvilági növényekkel. Na most a tök, a kukorica, a bab,
Hogy egészítik ki egymást? Hát ezt az indiánok nagyon-nagyon hosszú időn keresztül kitapasztalták, és mi az ő tudásuknak csak egy töredékét vettük át, és aztán jó-rosszul alkalmaztuk. Hát a tök elvégzi a gyomírtást, mindent elnyom, ami nem tud olyan magasan nőni, mint a töknek a szára. A kukorica az elég magasan nő, azt a tök nem fogja elnyomni, és a kukoricára pedig felfut a bab, és akkor őt se fogja elnyomni a tök. Tehát ezt a Kárpát-medencében több helyen lehet még találni ilyen táblákat, még nagyüzemi táblán is előfordul, hogy a gazda, aki ma már nem gazda, csak mezőgazdasági vállalkozó, de a gazda vér még azért valamelyest lüktet az erejében, és legalább egy sávot megcsinálni. Tehát lehet ilyennel még találkozni. Most ezekkel a dolgokkal most, amikor még békeidő van, viszonylagos békeidő, és ingyen kísérletezhetünk azzal, hogy kevés szaktudással, gép nélkül, vegyszer nélkül mit tudunk egy darab földből kihozni, most még nagyon-nagyon értékes tapasztalatot nyerhetünk. Hogyha megvárjuk ezzel a kísérletezgetéssel azt, amikor már a gyerekeink etetése a tét, akkor már elkéstünk. Az elkésett ember az kapkod, és túlságosan sokat hibázik. Az pedig, hogy aki a panel lakás 6. emeletén lakik, az mit tud tenni, hogyha eljön ez az idő, nem azon fog múlni, hogy az ő nevére be van-e jegyezve szántóföld, vagy kert, vagy ilyesmi. Hogyha a panel lakásban, a szekrény tetején elfér néhány jó minőségű kerti szerszám, amikor esetleg bekövetkezik ez a válsághelyzet, ha nem üres kézzel fog a szántóföld szélére menni, hanem nem csak saját magának tud szerszámot vinni, hanem még 2-3 embernek is tud szerszámot adni, onnantól kezdve lesz becsülete. Aki üres kézzel megy oda, az ne csodálkozzon rajta, hogy ott ez a bizonyos liberális egyenlőség az el fog tűnni, mert az a természet törvényeinek ellentmond. Ott, aki nagyobb mértékben tud a közösség túléléséhez hozzájárulni, az lesz az értékes ember, és hogyha valaki 3 pluszásóval tud hozzájárulni, nem az a lényeg, a erejéhez képest mindenki fogja látni, hogy ő megtette, ami tőle tellett. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha van kérdés, akkor válaszol. Most azt javaslom, hogy a 30 percből még van egy pár perc. Igen. Hogy akkor egy pillanat, akkor egy olyan 2-3 kérdést hozzád intézünk. Igen. És akkor utána pedig csinálunk egy panelt, és akkor utána lesz még egy olyan fél óránk körülbelül eddig, ugye? Beszélgetés. 4 óráig van meghirdetve. 4-ig van meghirdetve, jó? Kérlek, lejön a következő előadó. Jó, hát akkor egy kicsit több, mint fél óránk. Én csak jó? Annyit szeretnék, nálunk van a kert a sárkonyra. Igen. Nyíregyházán. Köszönjük szépen, a figyelmét az előadó úrnak és mindenkinek a figyelmét arra, hogy van egy növény, a csicsóka, ami mindenhol megél, és nagyon értékes növény. Tele van például C-vitaminnal. Köszönöm. A csicsókával kapcsolatban hadd mondjak egy személyes tapasztalatot. A csicsókával nagyon könnyű hibázni, ha valakinek nincs gyakorlata benne, hogy azt hogy kell fogyasztani. Ugyanis akinek nincs hozzászokva az emésztőrendszere, olyan hasmenést tud csinálni, ami most nem gond, békeidőben nem gond, mert béltisztítás. De hogyha éhező embereket akarunk csicsókával jól lakatni, akkor az éhhalálokat fogjuk egy kicsit meggyorsítani. Tehát a csicsóka táplálék kiegészítőnek nagyon fontos, de tömegélelmezés nem lehet, takarmánynak is nagyon fontos, tömegélelmezés nem lehet ráalapozni. Hogy ugye elmondjak egy példát, most ugye Nagyecsérről jöttem, és ott Tóth Rudi barátom úgy él, hogy búzát, kukoricát ledarál kézidarálóval a méhtelepen, a zsarnain. Lehet még találni ilyen darálókat. Én a Gödöllői méhtelepén, ami töredéke a miskolci ilyen hulladékvas gyűjtőknek, a Gödöllői méhtelepet összegyűjtöttem 4 működőképes darálót, Ucskavasárban. És hogyha ha baj van, akkor ezekkel a darálókkal meg lehet roppantani azt a szemet annyira, hogyha nincsen annyi tüzelőnk, hogy rendesen kását főzzük, akkor is beáztatjuk azt a roppantott szemet, összekeverjük egy kis vízzel, kis sóval,
áll néhány órát, 4-5 órát áll, és utána egy forró vaslapon lepényt kent belőle az ember, és forró vaslapot meg a kertben is, vagy a lakótelepi házak között. Ugye az egyetemi jegyzetekkel, meg egyebekkel lehet alatt üzenni. És meg lehet azt a lepényt sütni. És ami nagyon fontos, vitamin hiány. Tehát, hogyha az ember csak krumplit, kukoricát, stb. Egyebeket eszik, hát vitaminra szüksége van télen-nyáron. Na most gyümölcs nem fog jutni sajnos mindenkinek, mert a gyümölcsösöket megint csak átalakították nagyüzemi, vagy hogy mondjam, iparszerűre. Nem a nagyüzem a lényeg, hanem az iparszerűség. Na most tudni kell azt, hogy a csalám, a tyúkhúr, melyek azok a növények, amelyek zölden, frissen elfogyasztva, nem mérgezőek, nagy mennyiséget elfogyasztva sem mérgezőek. Nehogy összekeverje valaki a foltos bürköt valamiféle, mit él, a zamatos turbójával. Tehát, mert az megint rögtön, hogy mondjam, egy éhes szájjal kevesebb, de lehet, hogy néhány leves szemmel több lesz. Kérdezzük meg, hogy van-e még kérdés esetleg? Kérdés? Nincs? Jó, igen. A guatemalai indiánok ilyen 45 fokos meredek hegyeken kukoricát termelnek, és kutatnak föl rá. Igen. Csángók is. Igen. Magyarok. Igen. És kukoricánál is igyekezzünk beszerezni olyan vetőmagot, ami nem hibrid kukorica. Ha nagyon nagy baj van, hibrid kukoricát is lehet termelni. Az az érdekes, és ez kész csoda, hogy a kukoricát komoly, szívós munkával sem sikerült még genetikailag tönkretenni. Pedig nagyon-nagyon sok vállalat dolgozik rajta, és nem sikerült. A hibrid kukorica vetőmagot is elvetjük, életképes növény lesz belőle. Csak az egyik ekkora lesz, a másik ekkora. Géppel nem betakarítható természetesen, mert, de meg lehet enni az utódainak a termését is, a krumplit, azt sokkal jobban tönkretették. Sajnos ugye a kalászosokat is jobban tönkretették. Az indiánok valami egészen csodálatos nemesítő munkát végeztek, hogy ilyen komoly szaktudással se tudtuk még tönkretenni a kukoricát. Tehát szükség esetén a hibrid kukorica, takarmány kukorica vetőmagot is el lehet vetni a kertben, de ha valaki tud még régi kukorica fajtát, ami nem hibrid, ami nagyjából ugyanazt hozza, mint amilyen ő maga is volt, ilyen szabad elvirágzású kukoricát, szerezzük be, tartsuk becsben, vessük. Köszönjük szépen! Van egy kérdés. Ja, még egy kérdés. Kérdezni szeretnék, vagyis nem kérdezni, csak kérdezni. Jó, akkor ja, krumpliból igen. Akkor én javaslom, hogy azt azután intézzük. Majd utána ugye volt a beszélgetés, jó? Akkor addig, igen, majd a beszélgetés után, igen. Csak annyit szeretném mindenkitől kérdezni, hogy is vészhelyzetről van szó, hogy mindenféle magot gyűjtsenek be. Megeszed a paprikát, és rakd el a magát. Minden magot, alma magot, minden magot rakjatok el magát. Én meg kiegészíteném, hogy Kotterinek lesz holnap előadás, hogy nem tudom, még egy darabig maradok aztán. Igen. Ez egy kicsit más jellegű.